Hát sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, és hát ez a 200. videóm, amit feltöltök a csatornára, ezért ezen a különleges napon arra gondoltam, hogy összeállítom az idei szezonban a kedvenc lapjaimból álló kezdő 11-emet, viszont nincs egyszerű dolgom, mert sok jó lap volt idén, és hát tavaly is, mert ez a szezon közel két évnyi időintervallumot fogott össze, ezzel a leghosszabb FIFA szezon volt a történelemben. Srácok, nagyon-nagyon közel járunk a csatorna egyik fő céljához. 250 ember kellene ahhoz, hogy meglegyen a csatornán az 5000 feliratkozó. Tehát arra szeretnélek kérni, hogyha tetszik a munkásságom, és rendszeresen szeretnéd követni a következő videóimat, akkor iratkozz fel, ezáltal nekem nagyon-nagyon sokat segítenél. Köszönöm szépen! A szokásos formációt fogjuk használni, mert az egész szezon alatt kb. ezzel játszottunk. Kezdjük hátulról az építkezést, és kapust posztra, sajnos nem volt sok jó játékosom, aki maradantót alkotott volna, így hát a jelenlegi kapusomra, a Team of the Season kővelre esett a választás, akit annak idején ingyen szereztem meg. Igaz csak 110-es, de még most is nagyon nagy védéseket mutat be, főleg menedzser módban a 114-es csatárok ellen. Neki is szerepe volt a FIFA Champion divízióba való feljutáshoz, szóval nem csoda, hogy őt választom, de ezek után lesznek még érdekes változtatások, úgyhogy térjünk is rá a következő posztra. Centerback poszton az idei Team of the Year 104-es Guardiol nagy kedvenc volt annó, ha nem csal az emlékezetem, valamelyik csomagból nyitottam ki. Statisztikái akkor nagyon magasak voltak, fizikuma jó volt, nehezen lehetett kizökkenteni. A Powerheader Traitjének köszönhetően emlékezetes fejesei voltak, viszont most már nem állná meg a helyét a kezdőcsapatban. A másik játékos ide nem más, mint a 110-es UEFA Champions League Road to the Final Rüdiger volt, akinek óriási szerepe volt a FIFA champion való feljutásban. Statisztikái szinte ma is megállnák a helyüket, mozgékony játékosról beszélünk, akinek nincs power header rejtje, de így is számtalan fejes gólt szerzett. Baloldalon az Ultimate Team of the Hernández lapja nagy maradandót hagyott bennem, ez abból is megmutatkozik, hogy jelenleg is a keretem oszlopos tagja. Fő tulajdonsága a sebessége, szinte mindenkit képes megállítani, utolérni. Neki is sokat köszönhetek, viszont hamarosan le fogom cserélni a 115-ös Roberto Carlosra. RB poszton nagyon gondolkodtam a sima Team of the Year Hakimin, ő is nagy kedvenc volt, de muszáj volt az idei Team of the Season lámot választanom, Bayernes múltja miatt ez a kártya mindig is közel állt hozzám, gameplayben a csodás beadásai fogtak meg, de leginkább ez a Head-es -head gólya. A játékosunk is lám indítja szépen messi és ott van lám, és ezt rá is lőjük. Éj, atya úristen, mekkora volt! Filipp lám, úristen, hogy csavarodott be az a labda, nézzétek újra! Egyik leggyönyörűbb gólom volt, Head-ben, -head hát az kapufáron olyan szépen behattam. Középpályára, mind a kedvenc eventemből, a World cup eventből fogok választani. Kezdjük a Center Defensive Midfielder posztra. Ide Amrabat Team of the Tournament-es lapja kerül. Ő ezen időszak alatt a játék egyik legjobb CDM-je volt, a rájlak könnyen hozzá is lehetett jutni. 4 per 5-ös a vígfutja, amivel egyébként a 7 70 is szerzett gólokat, védekező munkáit is jól állatta. Elégedett vagyok ezzel a lappal. Egyébként a sárga dizájnja nagyon tetszik még örökké, véleményem szerint jobb az Ultimate Team of the Season kártya dizájnál is, ez is meghatározó volt abban, hogy ide miért őt választottam. Ellen posztra a Dapsari World kártyáját választottam. Ki ne emlékezne Dapsari n szerzett góljára az Argentínok ellen, csodálatos gól volt, ő is az arabok egyik legjobb játékosa. Az alap 5 per 5-ös rendelkezett, ami szélső létére nagyon kemény volt, nagyon sok gólt jegyzett, amíg a csapatomban volt, abszolút kedvenc volt, jól lehetett vele cselezni, és természetesen csavarni is, jó volt a fineszes atya. Akkoriban nem kevés zsetont költöttem rá, de abszolút megérte, nem csak ára a posztra, hanem talán az idei szezonban is ő volt a kedvenc játékosom. Árán posztra ismét egy World player érkezik. Jahan Baks, akit sokáig Jambaraknak szólítottam, bár 102-es overratingű játékos, és nem is annyira népszerű, fogadni már egy sokan nem is tudjátok, hogy hol játszik, nagyon nagy kedvenc volt. 5 per 5 vígfutja miatt került be a csapatba, de egyéb statjai is királyok voltak abban az időszakban, amikor megjelent alapja. Head to head-ben megállíthatatlan volt, jó shootingját rendszeresen ki is használtam. Emlékszem, sokan kérték a lecserélését kisebb ovr miatt, de sokáig kitartottam mellette, erre a lapra is nagyon sokáig fogok emlékezni. Támadó középpályás posztra egy nagyon-nagyon régi játékost hozok. Gamadáról van szó, aki 92-es étingével, bár messze a leggyengébb, rengeteg emléken van róla. Mivel ezt a lapot három nap alatt se tudtam megszerezni, a retrólapjával kell beérnem. 4 per volt a vígfutja, és nagyon jól lőtt, egyik kedvenc volt az akkori tímembe. A kommentátor által kiállt egy Kamada felejthetetlen marad, remélem még valamilyen módon majd bekerül a jövőbeli csapataimba. Csatárposzton kezdjük Richarlisonnal. A legendás Team of the Tournament lapja valami elképesztő volt, rengeteget ollózott, óriási csukafejesei voltak, egyszerűen élmény volt vele a head to -head -ben játszani. 5 x 5 futja, jó lövőképességei és remek fejelése rengeteg emlékezetes pillanatot hozott, és a gyönyörű kártya örökre beírta magát a csapatom történetében. Végül pedig üdvözöljük Völlert. Ő az egyetlen hírólap, aki bekerült ebbe az álomcsapatba, nem véletlenül. 110-es rétingjével és kiváros tökkeival egészen sokáig volt a csapatban, átvészelte a Team of the Season és más eventek veszélyes hullámait, és mégiscsak most cseréltem le. Hatalmas érdemei vannak a head, -to -head FIFA Champion Division elérésébe, és egyéb más teljesítményeiről ti is friss emlékekkel rendelkezhettek. Nagyon nagy lap volt, kár, hogy a retroverzióját verzióját sehogy sem tudtam beszerezni. Tehát srácok, így néznek ki a kedvenc lapjaimból, kártyáimból álló álomcsapatom, Hát meg kell hagyni azért egész szép csapat sikeredett, mivel 127-es overratinget is elértük, és csak három játékosunk van renkapolva, szóval ez azért jelent valamit. És most érdekesség gyönát, egy Division Rivals head to -head mérkőzést fogok menni. Mivel nekem most már nem érdekem, hogy magasabb divízióba jussak, kíváncsi vagyok, hogy ez a csapat hogyan fog a FIFA Championos divízióba muzsikálni, a cél, hogy egy gólt szerezzünk, és a tisztes helytállás, mert ezen a szinten már nagyon jó játékosok vannak, és valószínűleg, hogy a gyengébb statisztikával rendelkező játékosaimat nagyon szét fogja szedni ez a csapat, de bízunk a legjobbakban, és még egyszer mondom, remélem sikerül tisztesen hájtálni. Elvégeztük szépen a kezdőrugást, és már is hátul passzolgatunk Rüdiger. Okosan kell játszanunk itt, mert minden eladott labda egy óriási veszélybe sodorhat minket. Lám, még ő nagyjából friss lap és képes is elfutni Vinicius Juniorék mellett, Jahan Baks, Richarlison és Völler azt lassan kapura is lehetne tenni, de a biztos játékot válasszuk, Ád egy passz Völlernek kapura kell onnan lőni, és Richarlison blokkolja a lövést. Na, a két nagy csatárom egymás ellensége lett, és ez egy hatalmas gólhelyzet volt, az első 11 percben megszerezhettük volna a vezetés, de hát Richarlison úgy döntött, hogy átáll az ellenfélhez, és menet közben Völler szépen letámadja a kapust, és szinte egy jó helyzetet tudott kialakítani. Szerencsére az ellenfél egy kicsit pontatlan a passzokba, így tovább birtokolhatjuk a labdát, és alakíthatunk ki helyzeteket. Hernández, a Adafsari Völlernek és Richarlison okosan szépen járatjuk a labdát, igyekszünk nem eladni, és az akciót egy lövéssel befejezni. Völler, Arahuo nagyon agresszíven jök ki, szerencsére megtartjuk a labdát. Jahan Baks, Kamada, rá kell onnan csavarni, nem sikerült, mi történik a kapu előtt, és Jahan Baks tudja kapura tenni, de már nagyon-nagyon gyenge statisztikái vannak, főleg, hogy nincsen renkapja, és a kapus nagyon-nagyon simán védte a lövést. Mindegy, megtettünk mi mindent, Rüdiger is megmutatja a képességeit, szépet szeret, Nehetünk újból támadni. Richarlisonnal egy csát, és nagyon szépen bejött a Rainbow flick <laughs> Nagyon jó Richarlison, lehet, hogy újra kéne aktiválni a csapatban. Jahanbaks, Amrabat, Jahanbaks. Kamada, onnan völle kapura kell lőni, és sajnos hátulról fordult rá a labdára. Így nem is csoda, hogy ilyen katasztrofális lövés sikeredett belőle. Na de nem baj, folytathatjuk tovább. Csipier, a Dovszarival próbáljuk megtámadni Rafinyát, akivel szinte sikerül is a labdaszerzés egyébként. Viszont még örökké szépen tartja az ellenfél, Vény és Belingem onnan távolról rálövi sajnos a labdát, és kőbe szépen kitolja szögletre, de fejelési statisztikákban nagyon gyengék vagyunk, így nem is csodálom, hogyha szögletből gólt kapunk. Nézzük azért a beadást, és Éder Militão szépen visszalép, szerencsére a kapu mellé bólintja a labdát, és most már így a 45. perc vége fele szerintem a bíró le is fújja a mérkőzést, tehát idáig 0-0, és meg kell hagyni, abszolút mérkőzésben vagyunk, Jó játszunk, alakítunk ki szép helyzeteket, szóval nagyon bíztató a csapatunk játéka, most már lassan a győzelemre is ráhajthatunk, főleg, hogyha Richarlison ilyen szép labdákat szerez, de sajnos ott nem tudtam vele időbe indítani, szóval ideibe el is adjuk. Rafinha braziloskodik a jobb szélen, és hát igyekszünk a labdát megszerezni, Wayne Rooney, Belinge, Vinicius Junior, és nagyon erős lövést hajtotta a kapura, ki is védte, ki is védte kőbe, de már csak szögletre tudta tolni. És úgy dönt az ellenfél, hogy kis szögletet hajt végre. Amrabat nem tudta elfajálni a labdát, és szinte gót kaptunk. Nagy szerencsénk volt most az egyszer és mehetünk is a kirúgással, mert az ellenfél szépen mellé feját, de de hanem egyéb mi az ellenfélnek meghagyjuk a saját maga helyzeteit, Guardiol mekkorát szerelt. Ezért volt ő az egyik kedvenc játékosom a Team of the Air időszak alatt. Nagyot köszönhetünk megint neki, Filip Mehetünk egy kontrát, most már mi birtokoljuk a labdát, és az ellenfél tér felén is járunk. Szélen indul Ádafszari, el is indítjuk őt, és mehet egy beadás, Richarlison mekkora gól, megszerezzük a vezetést. Ezzel a csapattal, ezzel az álomcsapattal, és pont Richarlisonnal tudunk betalálni, atya úristen, a 70. percben megszerezzük a vezetést, és innentől tovább most már nyílt esélyünk van arra, hogy eldöntjük, vagy megnyerjük ezt a mérkőzést, ismét labdát szerzünk Richarlisonnal, húha, hát nagyon fantasztikusan játszunk. Teo Hernández indul a szélen, és cselezget, de most nem jön össze, viszont Trippier az oldalvonalon kívülre tója a labdát, tehát mi jöhetünk taccsal. Hát, ez a mérkőzés, srácok, a szívemhez közel fog állni, az biztos ezzel a csodás csapattal. Johan Baksa jól lenne egy kaput általáló lövést végrehajtani még egyszer, de hát sajnos most Vinicius Junior mehet a guardiolunkkal szemben. Nagy eséllyel gól kapunk, guardiol, mit vén? Azt a mindenségit ez a Guardiol! a horvát csoda, átment ment megint, most igazat a árontottuk, de Guardiol egy hatalmas szörnyetek meg kell hagyni. Ha ezek a képsorok nem mutatták meg azt, hogy Guardiol mire képes, akkor semmi sem. Viszont még nem szabad ászolni magunkat, ilyen egy beadás és Mbappé szerencsére a kapu mellé fejel. És ez innentől most már a mi kezünkben van szépen a labdát birtokolnunk kell, és akkor jól leszünk járva, Jahan Baks. Még oda passzoljuk Völlernek, és el is adja a labdát, de a bíró lefújja a mérkőzést, és ezzel a csodás csapattal megnyertünk egy Division Rivals mérkőzést FIFA Champion divízióban, ami mellesleg ranked mérkőzés is volt, teljesen tétrement. Így ez a mérkőzés az egyik legkedvesebb mérkőzés lesz számomra a FIFA Mobile történetében. Gyönyörű volt minden szempontból, jó játszottunk, voltak nehéz helyzetek is az ellenfél szempontjából is, és Guardiolnak is hatalmas érdemei vannak a mérkőzés végeredményének a kialakításában. Szóval ez a mérkőzés és ez a videó is ennyi lett volna, nagyon remélem, hogy elnyerte a tetszéseteket, Komment szekcióba nyugodtan értékelhetitek ezt a csapatot, és majd találkozunk a következő videókban. Addig is vigyázzatok magatokra! Sziasztok!